Ez a bánom, a Szentesi Bánomháti temető légiravatalozója. Maga a temető 1867 óta temető, mi kegyetlen temettünk innen, ugye több mint 40 évig. Ugye, senki nem vergődött vele, meg lehet nézni, a falak meg vannak repedve, újat nem építettek, könyörögtünk, hiába, ebből kísértük utolsó útjukra halottjainkat. Én nekem összesen 4 sírom van, 9 halottal. És azért szálltam síkra, évek óta harcoltunk érte, hogy itt egy új ravatalozó épüljön, nem értük el. Most 1993-ban újra nekifogtam, igaz, hogy azzal, hogy lakossági összefogással. Önkormányzata, a képviselő testülete szavazta meg 1993. július 25-én. Akkor kaptuk meg az 1 millió forintot rá. És a lakossági hozzájárulással, ami 146 ezer, azzal kezdődött el építeni. Senki nem hitt abba, hogy 93-ban itt új ravatalozó épül. Most hisznek az emberek, és most kérdezik, hogy hova adjonak, hova, mert addig nem adtak. Sokan azt mondták, hogy nem lesz belőle, mivel hogy eddig se volt. Az önkormányzatnál elértem, és a képviselő testületnél, hogy megszavazták az 1 millió forintot, itt most végül már lesz. Mi nagyon örülünk, kísériek. Én nem vagyok kíséri születésű, 25 éve lakom csak a kísérbe. De rettentő fájdalmas volt, amikor innen kísértük. Ugye a kívül, ha megtetszenek nézni, akkor tetszenek látni, hogy milyen körülmények közt kísértük utolsó útjukra a halottjainkat. Nekem 36 éves fiam van, és egy 50 éves öcsém, meg a szüleim, anyósom, apósom, sógorom, mindenki ebbe a temetőbe nyugszik, és én ezért nem nyugodtam idáig, hogy itt végre kell, hogy legyen. Ez mindig a szegények temetője volt, egészen 1993. október 30-ig, ahol is ne legyen tovább a szegények temetője. Ebbe a temetőbe nyugszik református, katolikus, evangélikus, és egy zsidó is, aki munkaszolgálatos itt a Hősök sírja alatt van. Nagyon szegény a kísér. El vannak szegényedve, és nem is annyira szegények, hanem idősek. Rettentő idősek, olyan, annyira idősek, és van olyan kettő, akik ugye tolókocsihoz vannak kötve, de azért pénzt adtak. Mondta, hogy ő nem tud adni csak 100 forintot, inkább egyszer nem reggelizik. Vagy 50 forintot, mert ő többet nem tud adni. És én az 50 forintot is megköszöntem. Volt, aki elküldött, hogy nem ad, nem lesz belőle semmi. Körülbelül olyan hónapja megjelent a Szentes Életben egy kicsike kis cikk. Egy öreg néni, hangsúlyozom, nem tudom, hogy melyik öreg néni küldött el a felsőpártú, kizavart, elzavart. És a 150 forintját elküldte a Szentesi szerkesztőségbe, a Szentes Élethez. Juttassák el annak az asszonynak, aki a Bánomhátihoz gyűjtött, mert most már hallotta, hogy van belőle valami. Tetszett-e látni ott belül, hogy mi van ott abban a ravatalozóban. És nemrég egy rokonunkat temettek, és úgy jöttünk ki, tiszta pókhálósan, tiszta peketén, még porossan, hát az valami rettenetes volt. Az egy hozzátartozónak egy rettenetes érzés, mikor onnan kell kijönni, és úgy teszik el a hozzátartozóját. Hát az nagyon borzasztó. Mindjárt sírtunk, de nagyon. És hiába kértik, hogy takarítsák ki. Nem takarították ki. Azelőtt a testvéremet temették, Eszterke, és akkor a sógornőmmel kijöttünk előtte, és a galambpiszkoktól takarítottuk ki. Mindent.
illik adni. Hát sokat nem bírtam adni, meg kis nyugdíjamban, de szívesen adtam. Mégis tetszett adni. Mennyi a nyugdíja? Meg szabad kérdezni? Most 8157. Most. Akkor nem élhet nagyon könnyen, és mégis adott azért ehhez pénzt? Hát nem élek könnyen, de hát egy kicsikét csak nyújtani kell, ha már arról van szó, hogy szépítünk. Mert ilyen szép temető nem lesz. Nem lesz. Mert ez olyan szép lesz, ha minden igaz, hogy aki ide begyön a kapunál, az nem tudja, hogy a temetőbe jön. Tessék elhinni. Nem azért, de ez olyan szép. Akar a szedet, akar a másikat nézni, nem az, hogy nem szépek, de ilyen nincs. Mert ez egy régi, ilyen kálváriás. Szerintem, hát nem tudom, emberek, hogy ítélik. Szép ez. Eltetszik jönni a lavatásra? Ha élek. Nem biztos, senkinek se. Ha élek, szeretnék. Hány éves tetszik lenni? 90 vagyok. 90. 70 éves fiam van már. Szép dédieim vannak. Ha élünk, akkor ők majd. Ha én nem is tudnék kijönni, ők majd kijönnek. Biztos. Gondoltam, hogy talán jelezik az első, akit innen temetnek. Nem. Nem biztos. Sokáig ne hagyjon meg addig, akkor senki se. Ne. Maradjon üresen a ravatalozó sokáig. Ne hasznosítják, ne hasznosítsák. Ne. Nekünk már az is elég tétel, hogy ennyi van. Igen. Nagyon szép. Nagyon szép. Soha nem hittem volna. Amikor adta... Az én életemben ez megvalósul. Margitka, amikor adtál pénzt, akkor mit ígértem? Ha nem lesz belőle, azt mondtam, mindenkinek visszahordom a pénzt. Igaz, hogy volt, aki azt mondta, hogy újra végigjárom az összes házat végig. Hála Istennek nem kellett visszaadni. De amikor aztán láttuk, hogy szaporodik, akkor azt mondtam, hogy Eszter ezt véghez viszi. És íme sikerült. Nagyon szép. Én is adtam, a fiaim is adtak, összeget nem mondok, én is adtam az egyháznak 4000-et is, stb. Nem erre, egyháznak adomány. Csak azt kérem itt, ha ez nyilvánosságra kerül az egyházaktól, hogy ne szítsák a békétlenséget az emberek közt. Hogy az református adott, az evangélikus adott, a katolikus kevesebbet adott, de ez ökumenikus temető. Itt van izraelita, talán nem sok, de van evangélikus, van katolikus, van református. És éppen neki kell a békességért küzdeni, legelsősorban az egyháznak. Fogjanak össze, hogy béke legyen, ne legyen az, mint Jugoszláviában van. Soha ne legyen. Nekem ott élnek a rokonaim. Férjem onnan származik. 3 éve, hogy meghalt, ide temettettem, hogy közel legyen hozzám. Az anyósom 90 éves lesz. Tél kikindán, talán még nem ropognak ott a fegyverek. Ha nem hiszem, hogy el tudok hozzá menni ilyen háborús körülmények között. De szeretném elhozni, hogy lássa, hogy hol nyugszik a fia, milyen temetőben és milyen szép temetőben van. De azt hiszem, Manesztet, ő nem éri meg szegény, 90 éves lesz február. De szép kor. De ilyen ravatalozójuk biztos nincs, mint nekünk van. A tehén oda volt kötve a fejfához. Az egyszerűen kifejezni nem lehet. Tudom. És mindig azt mondtam, hogy
Hát nincs, aki ezt csinálja. Nincs, aki ezt látja. De, csak van. Hát úgy ugye, látom. Hogy mondtam Marika néne, hogy lesz. Úgy látom, hogy csak van. Hát nagyon szépen. Köszönöm. Nagyon mert szívesen. Én nekem itt van mindenki. Nekem is Marika néne. Mindenki. Tudja, a szüleim is, anyósom, apósom, a én gyerekek. Én csak ide tudok. Én is csak ide járok. Ezért harcoltam érte. Hát, igen, meg az. Jó. Köszönöm. Én köszönöm is. A sok kis pénzt a kis embereknek. Egyen meg a szívit. Végül is, ahogy talán az ember korba halad ehhez az időszakhoz, akkor többet gondol a halálra. És mint azért egy akár a lányom, aki 20 éves, bár elég sok fiatal is meghal sajnos, de attól függetlenül talán a korral együtt jár, hogy többet gondol rá az ember, hogy meghal és ide kerül, és másképp adakozik. Ilyen szempontból. Biztos, hogy én is később másképp fogom fel, és valószínű, hogy így fogok reagálni rá. Vagy, de ha most én ezt tudtam, vagy tudom, akkor igen, én nagyon szívesen hozzájárulok. Vagy a lányom, vagy a családom is biztos, hogy de én nem hallottam erről különösebben, hogy ez talán így talán nagyobb volt. Propagandát kellett volna neki csinálni. Vagy nem tudom. Tehát ilyenre mindig szívesen, mert az én korosztályom is elég sok meghal, meg hát az, hogy a szüleink, tehát meg előbb-utóbb mi sajnos, hogy ide kerülünk, és azért így többször gondol az ember rá, valószínű, hogy szívesen adtam volna, hogyha tudok róla, de nem hallottam, hogy nem olvastam újságba, se nem hallottam, hogy gyűjtenek. Igen, én is adtam. Maga is adott? Persze. És mi a vélemény erről, hogy hát biztos, hogy nincsenek olyan jó körülmények között. Nem élhetnek olyan nagyon jól. Mennyi a nyugdíja magának? Az én nyugdíjam, hát csak van is, nincs is. 8000 forint. Mégis adott belőle? Hát, csak. Mert itt vannak a szüleim, itt van testvérjeim, itt van a feleségem, eltemetve. Hát, csak. Adni kell egy kicsit ilyen alkalomra. Hány éves tetszik lenni? Hát, én még csak 84 vagyok. Az elhunytak nyerjenek bűnbocsánatot, üdvösséget, a hozzátartozók pedig vigasztalást az Atya, a Fiú és a Szentlélek által. Engem.